oroszlán, kutya, páva vagy éppen gránátalma. Fantázia szülte virágcsokor, tölgylevél. Hogy mi a közös bennük? Mindegyik megtalálható az országház díszítésének növény- és állatmotívumai között. A falakon, az ajtókon, az ablakokon, az oszlopokon és a szőnyegeken is. Vajon minek köszönhető ez? Stein Imre ebben a gyönyörű gótikus palotában meg akarta jelenteni a Kárpát-medence flóráját és faunáját. Ugyanakkor azt is megállapíthatjuk, hogy nagyon visszafogottan találjuk meg a magyarországi növényeket és állatokat. Tehát egyes elemeiben találjuk meg, és nem a kompozícióban. A díszítő festészet ugye Scholz Róbert és műhelyének a munkáját dicséri. Scholz és festőcsapata részben a régi reneszánsz épületek falfestéseiből merítettek, de új, saját mintákat is alkottak. Ezért a növényábrázolások nagyon változatos képet mutatnak. Fellelhetünk itt geometrikus mintákat és jól felismerhető elemeket is, például virágokat. Az országház építése idején már zajlottak azok a viták, amelyek a magyar díszítőművészet magyar ornamentikával fügtek össze. Az biztos, hogy már akkor tudva levő volt, hogy a magyar díszítőművészetben a legelterjedtebb virágok az a rózsa, a tulipán, a szegfű, a búzavirág és a lilium. Nézzük a gyümölcsöket. Megtaláljuk közöttük az egyik legősibb termesztett növényt, a szőlőt, csak úgy, mint a Magyarországon nem őshonos gránátalmát. A gránátalmának van egy nagyon erős szimbolikus jelentése, és pedig a termékenység és a gazdagság szimbóluma, ami hasonló módon megjelenik például a mágubóval kapcsolatban is. Ez a két termés, vagy gyümölcs, vagy virág, ez többször előfordul a díszítő festészeti megoldásokban is. A szőlő ugye már az ókorban is egy nagyon erős jelképes díszítő motívum, és nagyon erős keresztény jelkép. Például Jézus mondja, hogy én vagyok a szőlőtőke, ti pedig a szőlővessző. Mint keresztény jelkép, nagyon erősen elterjedt a népi díszítőművészetben is, tehát nem meglepő, hogyha ebben a díszítőművészeti programban is nagyon erősen megjelenik nem csak a gyümölcs, hanem számtalan helyen a szőlőlevél. A szőlőlevél mellett a korintoszi oszlopfőkről ismert akantuszlevél, vagy éppen a tölgyfalevél is sok helyen feltűnik. A hosszú életű, terebélyes tölgy, a nagyság, az erő szimbóluma. Levele és magtermése könnyen felismerhető. Az országház termeit és folyosóit végigjárva számos állatábrázolás is kíséri utunkat. A díszítőfestészeti megoldásokban nagyon érdekes és szinte abban az időben újszerű megoldások is vannak, hiszen láthatunk olyan kompozíciókat, amelyekben furcsa lények, legendás lények, groteszk elemek jelennek meg, így például kentaurok, faunok, szfinxek. Egy másik csoportot is láthatunk ezekben a kompozíciókban, és pedig az állatokat, amelyek tényleg groteszk módon az embereket utánozzák, például a majmok, a cintányérral, borospohárral. A groteszk figurák mellett felfedezhetünk egyértelműen beazonosítható állatfajokat is. Az országházban azért láthatunk valóságos állatokat is, például a magyar, tehát háztáji állatok is megjelennek, és ezek elsősorban a szobrok mellett, hiszen ott láthatunk a liba tömőnél a libát, a pásztorölében a kisbárányt, és hát nem utolsó sorban azért a szobroknál attribútumként is megjelennek az állatok, így például a bagolya bölcsészetet ábrázoló szobornál.
Vajon hányunknak tűnt már fel a főrendi házi ülésterem oszlopain a nemesség és az elegancia jelképeként is használatos bütykös hattyúk sora? De találkozhatunk az erő és a hatalom megtestesítőjének, az oroszlánnak több országházi ábrázolásával is. A törvényhozási palota belső díszítményeibe rejtett növény- és állatmotívumok világában az országházi séták sorozat kötetének segítségével, vagy egy személyes látogatás alkalmával is elmerülhetünk.